Még ver a szívet, szóval nem annyira rossz. Látod, így kell hozzáállni, srácok. Gondoljatok bele, hogy holnap vannak emberek, akik már nem fognak felébredni, és ma még ébren vannak. Szóval, hogy a holnap felkeltek, örüljetek annak, hogy felkeltetek holnap, és boldogan kezdjétek el a napotokat. Ez egy nagyon jó tanács. Tőlem nektek. Manni, ki vagy te valójában? Egy negatív gondolkodású rant videós? Vagy csak egy gyeng ember, aki kiabál az interneten? Te kezét, hogy végre mindenki rád figyeljen? Ki vagy te, Manni? Van mit akar a maszkó? Te csak egy üres szólam, vagy valóban mélyebb a tartalom, amit produkálsz a neten? Hova tűnt a szöveg? Ezt a ChatGPT-vel írta amúgy. Még kirakta Twitterre és az agy halott. ChatGPT-vel csinált egy zenét, és ez sikerült. Megmutatom a nagy zenészeknek, mindig van, akit érdekel a preset, szóval figyelj. Majd leklipelj, akit érdekel. Ez az autotune, low latency mindig be van kapcsolva. Kompresszor, soundgudizer, egy pici. Hát jó, az 60% az nem pici, de mindegy. Itt az EQ, minimális distortion van rajta, le van halkítva. Fresh Air, ingyenes plugin, 40-40. Flangus, azt hiszem, hogy az alap van beállítva, és kicsit van rajta 20%-on. Reverb az kapcsolva, a delay az meg talán pingpong, ilyen pingpongon van. És az is nem a halkítva, 28%-os, meg itt is van elkúzva. Ennyi. Hangeffektek nélkül lesz a jó. Várja. I got lost inside my mind, drifting to the neon lights, feeling like I'm paralyzed, feeling great but never mind, feel like floating in a dream, can I tell you what is real, blame my mind. I got lost inside my mind, drifting to the neon lights, feeling like I'm paralyzed, feeling great but never mind, feel like floating in a dream, can I. Uff, régi videókat néztek. Itt akkor nem 5 éves volt, hanem 2. Nagyon elhitted. 50 feliratkozónk volt. Azért kemény dolgokat tudtuk. Azon gondolkodok, hogy ők most a 7 évvel ezelőtti videót nézik, és így nevetnek rajta. Vajon 7 év múlva mostani videóikat is így fogják nézni? Nagyon remélem, hogy tanulni fognak abból, amit most csinálnak, hogy mennyire szar. És 7 év múlva valódi felnőtt fejem már nevetni fognak ezen. Igen, ezt mondom, hogy a minőség az nem javult, csak idősebbek lettek, szóval igazából nem tudom, miért nevetnek rajta, de I guess, nem tudom, ez ilyen vicces dolog, hogy az emberek felnőnek. Wow, meglepő. Meg mindenkivel megtörténik, jobb esetben. Mi az, hogy who that stuff post for rent? Kajak, a post for rentnek van egy olyan... Ez létezik? Ez egy létező drop? Dancsó folyton rostolja őket. Hál' Isten, Barney-nak is van. Ugyanilyen pulcsia. Akkor minden post for rentes... Gondolkodok, hogy milyen szót használjak. Tartalomgyártó, az nem... Videós? Influencer. Minden post for rentes influencernek van ilyenje. Úristen, Getty. Ők azok az emberek, akik amúgy tökéletesen leírják azt, amit az emberek gondolnak az influencerekről. Minden egyes negatív sztereotípiát leírnak róla. Ők azok, akik mondják, hogy én nem szeretem ezt a szót, én tartalomgyártónak hívnám magam. Nem, tesó, hol a tartalom? Bazd meg! Hol a faszomban van a tartalom? Hogy gyertek el Debrecenbe a főnés csarnokba találkozni velünk? Yes. Szerinted ki... A fene akart velünk amúgy találkozni. Ezt a kérdést szoktam én is feltenni, hogy amúgy most ki akar velük találkozni, és sajnos vannak emberek, szóval... Ja, nagyon jó kérdést tett fel a Kamilla. Hát igen, egy ilyen közönség találkozón azért összeszámolnám az átlag korosztályt. What the dog doing? Érdekes lenne. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Pahár Balázs vagyok, és köszöntök mindenkit a legújabb videónkban, viszont mielőtt belevágnánk a videó témájába, együtt el kell mennünk valahova. Car, hozzánk is? Aha. Nagyon jó. Neked? 19 ezer. Gondolom titeket is érdekel, hogy miért vettünk egy földgömböt. Most a következő fog történni. Hát amúgy a föld lapos, szóval ez már most rossz. Megpörgetem ezt a földgömböt, és nézzük meg, hogy hol áll meg az ujjam. Tak. Tesó. Látod ezt? Aha. Ez azt jelenti, hogy irány Franciaország, és megvesszük az általatok választott több milliós cipőt. De most, hogyha csak ott tartja az ujját, azt vágod, hogy... Tesó... Látod ezt? Hogy hol áll meg az ujjam? Hol áll meg? Tak. Hát konkrétan kiválasztotta, hogy Franciaország... Hát annyira lassú volt már, most kellett volna hozzáérnie. Tak. Alulra hogy ért volna az ujja? Mondjuk. Dél-Afrikába hogyan mennél, hogyha ott tartottad az ujjad? Ő nem tudja, hogy ez csak egy tengelyen forog amúgy? Lehet, hogy el kéne neki magyarázni. Látod ezt? Az vicc? Azt mondod? Remélem. Aha.
Ez vicc? Ez azt jelenti, hogy irány Franciaország, és megveszünk... Ez egy paródia volt? Hát nem mondta, hogy ez paródia, szóval szerintem ez komolyan. Aha. Hétfőn veszek egy csónakot, szerdán úszom egy jó nagyot. Ez a Carson Coma énekes ott, ha jól látom. Az a Giorgio. Dick. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen lesz Párizs, ahogy látom. Ezt is fel kellett venni mindenképpen, hogy elutaznak éppen a tömegközlekedéssel, az undorító budapesti tömegközlekedéssel, geci. Itt is vagyunk már a reptéren, itt falatozunk egy jót, és... Ki a Bocsánat, csak kijött belőlem. Hallasz, tesi? Vágod, jövünk vissza. Miért? Mi a Mert nem tudtunk becsekkolni. Mert 13 óra 40-ig lehetett volna, és most értünk ide. Nem, komolyan. Ez jó, amúgy csak viccelek, a sok videó miatt hívtunk fel, mit reagálsz. Most parkolták ide a kis jószágot, aztán ja. Balázs Kix Matrica a helyén? Igen. Ez aztán áprilisi tréfa volt. Nézzétek, gyönyörű. Ez mi? Mindjárt ott vagyunk. Ez a sneaker torony, jó, bazdmeg, most vágom. El is felejtettem, ezt tanultuk. Ezt most ki fogom tűzni ide. Várunk mindenkit, várok mindenkit. Egy. Imagine, megtalálják még aznap a rendőrök, és már a repülőtéren elfogják, és soha többet nem engedik vissza. Most van a videó csúcspontja. Most hívott Dimokritos, az eladó, aki Görögországból ezért utazott ide, hogy átadja a cipőt. Szóval várunk még 3 percet, és állítólag akkor fog most ideje. De amúgy, miért nem küldte csak el? Mármint, hogy a Balázs Kixnek van valószínűleg egy akkora reputációja, hogy elküldheted neki előre a cipőt, és hogyha nem fake, akkor kifizeti, ha meg fake, akkor meg arcon köp, de így kb. Ezért találkozni. Lehet, hogy fake. Oké, de hogyha... Nem előre kell fizetni. Ezt mondom, hogy a Balázs Kixnek van egy akkora reputációja, hogy elküldöd a cipőt, ő legit csekkeli magának, és eldönti, hogy megveszi, vagy visszaküldi. Nem tudom, ez nekem nonsense. Can I check? Yeah, of course. Ez istenes Bence és VV Soma együtt. A cipőhöz még amúgy nagyon sok ilyen kis apró dolog jár, ilyen kis kiegészítő jár hozzá. Wow. Két ilyen porzsák, ezt gyorsan megmutatom így részletesen. Jár hozzá egy ilyen, ezt rá tudjuk akasztani, hogyha szeretnénk. Na, átnéztük, most egy kis idő eltelt, itt átnéztük, lefotóztuk a cipőt, elküldtem tényleg akik még rajtam kívül is nagyon értenek hozzá. Illetve nyilván én is átnéztem. Nem is ért hozzá annyira, hogy ő magának maga biztos legyen egy legit checkbe? Vagy ezt így ennyire jó fékeket tudnak csinálni amúgy az emberek már, hogy több embernek kell legit checkelnie? Az mondjuk amúgy kemény. Biztos, hogy eredeti, ugye megvan az eredeti számlája, meg minden, és most pedig már nincs más hátra, mint... Ott a számlája minden. Kifizettem a cipőt. So bro, I'm gonna pay you. Of course. Right now. Revolut is good? Yeah. I will convert hoof to euro, okay? I will pay it right now, okay? Convert hoof to euro. Ha ezt most megnyomom, átutalódik a pénz, és egy sikeres üzleti utat zártunk itt Franciaországban, amúgy nem csak emiatt volt tök jó, illetve nem csak emiatt tök jó, hanem tényleg ez egy gyönyörű város, na mindegy. Zimbabwe nem lesz úti cél, hát szerintem az a másik oldalán van a földnek vágott. Oda nem tudja lerakni az ujját, mert akkor alulra kéne nyúlni a földgömbnek. Na, istenes Bencék vidékre költöztek. Valami legkisebb, legszarabb izébe kéne költözni ők amúgy ilyen nagyon-nagyon undorító borsodi faluba, hogy lássák azért ők is egy kicsit, hogy milyen a valóság. Jó kis tanyasi vályokba, aha. Taktark! De jó idő van. Itt milyen jó levegő van. Ez természet, srácok. Ezt akartam pont megnézni, hogy hány óra van. Most van 9 óra. 9 óra, akkor ilyen itt a hangulat. Nagyon-nagyon szeretjük a vidéki létet, a vidéki életet, a vidéki embereket, a vidéki emberek lelkületét. Mindegyik szó után tudnék bevágni egy klippet ezekről az emberekről, és ez annyira vicces lenne. A vén emberekről, a jó Fidesz szavazókra, akik kúanyáznak, meg ilyenek. Az, a vidéki lélek, a pálinka. Ezeket az energiákat, amik vidéken vannak. Hagyjad már, hülye vagy? De hogy most tényleg most éreztük el ennek az idejét, hogy tényleg a tettek mezeire lépjünk, és tényleg meghozzuk ezt a döntést. És tulajdonképpen... Ez konkrétan olyan, mint hogyha
mondjuk behívta volna őket a Fókusz, hogy interjút adjanak. Tényleg olyan. Annyira látszik, hogy tévések. Ez legit érdekel valakit? Amúgy bennem is ez merül fel, hogy ez ki a faszt érdekel, de látod, hogy harmadik a trendingben, és azért érdekli őket, mert ez az Istenes Bence és a csapat adél, ennyi, gondolom. De olyan túl sok minden nem mondtak így. Pesti emberek nem tudják, hogy milyen a jó vidéki élet. Azt hiszik, hogy vidéken csak orkok vannak. Pedig nem. Vannak trollok is. Imádom ezt a kis... Fel fogod tudni újítani? Persze, fel fogom tudni újítani. Hogy lefested. Aha, igen, meg, igen. Meg a fényfűzérrel fogod így feldíszíteni, igen, ugye? Hát, igen. Jól gondolom? Figyelj, nekem, én mondjuk, hogy... Mennyire pozitív ez az egész. Ők a való életben is ilyenek, vagy csak a videóban engem annyira érdekelne. Nagyon vidámnak tűnnek, még őszinte az örömük. Ezek, hogyha nem lennének gazdagok és hitelt vettek volna fel a házra, akkor nem lenne ilyen őszinte a mosoly szerintem. Nem hiszük el ezt a vidámságot. Igen, azért, mert ti ilyen besavanyodott szopók vagytok, mint én, azért néztek engem. Látjátok, vannak ilyen emberek, mint az Adél, meg az Istenes Bence. Egész nap mosolyognak, meg nevetgélnek, és nagyon el vannak. Beszarok. Irigylem őket amúgy. Mi is kiköltözhetnénk. Hova? Balaton felvidékre vettek egy házat, full random. Geci. Álljátok, pillanat, mert Szandra szól. Mi van? Mi a faszért nem tudsz halkabban beszélni? Ember, egy kurva videót nem lehet miattad megnézni, basz meg. Éjjel-nappal ezt kell hallgatnom. Azt vágod, hogy ez a munkám amúgy. Nem érdekel, hogy ez a munkád, basz meg. A munkát halkabban is lehet csinálni. Mindenki néz mindenhol. Úgy is szeretnek a nézőid, geci. Kurvára mindenki, mi a fasz streamelsz. Hát igen, engem legalább szeret valaki. Nézd a faszomba, bazd meg, kinek képzeled magad, geci? Mi szó, kinek képzelem magam? Nem csinálok semmit, bazd meg, és csak néznek az emberek. Mi? Nem csinálok semmit, és néznek az emberek? Kurvára nem vagy szórakoztató, bazd meg, nem is értem. Nem vagyok szórakoztató, most kölye? Most is nevetsz? Miért nevetsz? Miért nevetsz? Már, szerintem már rájöttek amúgy, most már... Mondod, rendesen szorongtam miatta. Szorongtál miatta? Miért? Nem tudtok szerepelni. Nem? Szerintem jó volt. Családi vita. Szandra komolyan beszélt amúgy, lehet igen, nekem is úgy tűnt. Nem hitték el, azt írják. Nagyon jó volt, köszönöm. Ez volt az április egy prankem. Ja, és amúgy abba hagyom a videózás, srácok. Na, császtok! Azt a kurva! Orson, Orson! Jó volt, amíg tartott, de ha túl sok a spam, akkor hogy nem vicces, szóval majd egyszer úgyis visszakapnám, nem kapcsolom vissza szerintem. Most már tényleg abba hagyom. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.